A COVID-járvány ellenére is jól teljesített a magyar gazdaság 2021-ben, ennek köszönhetően döntött még tavaly jóléti intézkedésekről a kormány. Erről beszélt a Győr Plusznak Simon Róbert Balázs, az országgyűlési képviselő kiemelte, ebben a hónapban érkezik a családi adó visszatérítés, ami szülőnként akár a 800 ezer forintot is elérheti. A tavalyi esztendőben, és remélhetőleg idén is, a gazdasági növekedés 5% fölött lesz Magyarországon. Ez egyébként Európában egyedülálló. Ez azt is lehetővé tette, hogy különböző jóléti intézkedésekről dönthessen a kormány. Ezek közé tartozik a családi adó visszatérítés, amely több mint 2 millió családot érint Magyarországon, 600 milliárd forint értékben, és olyan is előfordulhat, hogy 800 ezer forintot kaphat mindegyik szülő a tavalyi év adójából ebben a hónapban, hiszen februárban kerül sor ezeknek az összegeknek az átutalására. Ehhez természetesen előzetesen regisztrálni kellett. Ezt nagyon sok győrivel beszéltem, egyébként ez közel 20 ezer győri családot érint, akik élnek ezzel a lehetőséggel, amint említettem, ez a gazdasági növekedésnek köszönhető. Ugyancsak még tavaly jelentette be a miniszterelnök a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, azóta erről is döntés született, így ebben a hónapban az érintettek már az SZIA mentes fizetésüket kapják meg. Ennek következményeként február hónaptól már, ugye ahogy a januári fizetések megérkeznek, SZIA mentesen kapják meg a fiatalok a fizetésüket, tehát gyakorlatilag nettó összeget kapnak meg, kijelenthetjük. Ez is Európában egyedülálló intézkedés, más országokban ez nem jellemző, a gazdasági növekedés tette lehetővé. Mindennek hátterében természetesen a családpolitika áll, amelynek középpontjában a fiatalok, illetve az ő család alapításuk fontos szerepet játszik, és ugye hasonlóan például ahhoz, amelyek korábban voltak lakástámogatások, most egy ilyen jövedelemre vonatkozó intézkedés történt, ahogy említettem, kormánydöntés alapján, amit az országgyűlésben ő szavazatommal én magam is támogattam. A kormány korábban azt vállalta, hogy a gazdaság sikeres újraindításának a magyar családok is részesei lesznek. A hazai gazdasági növekedés az egyik leggyorsabb Európában. Ez teszi lehetővé, hogy visszafizessék a befizetett SZIA-t, és ugyancsak ennek köszönhető, hogy a 25 év alattiak havi szinten 10 000-ekkel visznek haza többet, mint korábban.